Például ezeknek a csirkéknek is javulhat az élettere akkor, ha gazdáik igényt tartanak az állam legújabb támogató pályázatára. Az Agrárminisztérium állattartó telepek létrehozását és fejlesztését elősegítő kiírása elsőként tavaly jelent meg, hatalmas igény is mutatkozott rá. Ennek nyomán idén nyáron is meghirdette ezt a tárca, amire az ágazat egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főszereplője szerint is nagy szükség volt. A lehető legjobbkor jött ez a pályázati kiírás. Az elnyerhető pályázat összege vállalkozásonként 2 milliárd forint támogatás, 50% intenzitás mellett 4 milliárd forint értékű összberuházást tesz lehetővé, és bizony el kell, és el is lehet mondani, hogy ilyen keretösszegből már versenyképes, nagy létszámú állattartó telepeket lehet építeni. Márpedig nem csak lehet, hanem szükség is van rá, mert a Baromfi ágazatban a bicékcsoportunkat leszámítva még egyetlen egy olyan feldolgozó üzem van Magyarországon, aki 2 műszakban dolgozik. A fejlesztések főleg arra irányulnak, hogy a gazdák újabb létesítményekben és újabb eszközökkel dolgozzanak, kompenzálva ezzel folyamatosan növekvő költségeiket. 2 éve drasztikusan és folyamatosan drágul a gabona, ami miatt a gazdáknak egyre kevésbé éri meg nagy mennyiségben állatot tartani. Ráadásul ezek a folyamatok eredményezik a boltokban tapasztalható áremelkedést is. Az állattartás takarmányozási költsége a teljes költség 60-65%-a. És bizony nem csak a gabonafélék, tehát kukorica, búza, egyéb kalászosok, hanem az olajos magvak, sőt a szójabab, ami import származású. Ezekre is mind-mind jellemző, hogy az elmúlt 2 évben 50-70%-kal növekedett a beszerzési ára. Ilyen brutális költségnövekedést egyszerűen hatékonysági oldalról az állattartás nem fog tudni soha kigazdálkodni. Adva van a másik út, hogy megpróbálja az emelkedő költségeit kvázi áthárítani a fogyasztóra. A kisvárdai cég vezetője azt várja, a drágulást csak az állíthatja meg, ha jelentősebb mértékben esik vissza a lakossági kereslet a piacon. Bárány László hozzátette, a magyar állattartók és feldolgozó cégek csak úgy élhetik túl ezt a versenyt, ha élnek a különböző fejlesztési lehetőségekkel, elérve ezzel, hogy ne csökkenjen a termelési kapacitásuk. Az állattartó telepek fejlesztésére az Agrárminisztérium 30 milliárd forintos keretösszeget hirdetett meg, amiből körülbelül 500 vállalkozást segítenének.